Üdv, hölgyek, urak! Ez itt a Gaming the Pink, és újra gwentezni fogunk, méghozzá egy újabb paklival fogunk most játszani, a Scoia'tael-lel, úgyhogy el is indítunk egy újabb meccset, és kiválasztjuk azt a paklit, amit hát egyénileg állítottam össze, ugyanbár nem sokat tértem el az alapösszeállítástól, mert nem is nagyon lehetne. Igazából most azzal próbálok trükközni, hogy kivettem a környezetmódosító tisztító kártyát, azt, ami így leveszi rólam a debuffot. Megpróbálom így. Megnézzük, milyen lesz, hogyha rám nyom valamilyen környezeti hatást, akkor ha nincs ellene védekezésem, akkor az úgy hogyan hat a paklira. Na, ezek jó lapok, ezeket megtartom, ezeket erősíthetjük. Ezt az embert akkor tart rám meg, hogyha lenne csapdám alapból, de nincs, úgyhogy akkor ezt már is cseréljük. Ez egy jó lap, ez kulcsfontosságú lesz a stratégiánkban. Ezt a két kártyát lehet, hogy kivenném. Nézzük csak, őt kéne még talán kivenni. Aztán nehogy lejárjon az idő. Ez nem sokat erősített rajtunk, talán ezt fogom kivenni. Igen, ezt. Jó. Akkor ezt fogom cserélgetni most. Ez hát nagyjából jó dolog, de annyira nem. Annyira nem, mert nincs sok azonos lapom, úgyhogy szerintem nyomjunk még egy cserét. Illetve... Nem, így, ezt. Jó. Na és akkor nézzük, hogy mi az állás. Jöjjek-e először? Szerintem jöhetnék először. A francba. Ja, ennyibe a király. Ja, hát egy kicsit túl sokat vártam. Na. Jó, akkor nézzük. Kezdhetnénk rögtön egy ilyen emberrel, amit erősíthetnénk, vagy csak így kezdjük meg a sort egy ilyen kis törpével. Jó a kérdés. Az a baj, hogy nincsenek erős lapok, szóval egy ezüst lap van csak a paklimban, ami nem király. Jó, lerakok egy ilyen figurát, és majd ezt fogjuk erősíteni. Ennek az az előnye, hogy mindig, mikor lenne egy speciális lap, egy varázslat mondjuk úgy, akkor kap magára így erőt. És mivel elég hamar el fogjuk érni azt a szintet, hogy túlszárnyaljuk az ellenfélnek az erejét, ezért rögtön levehetném igazából az egyik lényének az értékét, de lehet, hogy ezt most nem játsszuk meg. Úgyhogy akkor szerintem kezdjük is el kirakosgatni a speciális lapjainkat. Mondjuk nincs is olyan sok speciális lapom egyébként, azon gondolom, azt látom. Úgyhogy valószínűleg meg fogom semmisíteni inkább ezt a lényt mégis. Valószínűleg elhasználnám rá a Scorchot, az egy jó dolog lenne. Meglepő húzás általában, de én úgy tudom, hogy a szörnyes pakli az annyira nem szokott megerősödni, úgyhogy próbáljuk meg így. Oké, kaptunk pontot, az mondjuk jó. Bár lehet, hogy le kellett volna hoznom igazából a másik figurát, mielőtt elkezdem erősíteni őket. Igen, ez jobb lett volna úgy. Jó, hát utólag tanul az ember. Igen, szóval mindkettőt le kellett volna hoznom, hogy mindkettő erős legyen. Persze tök logikus egyébként, jó. Hát mindegy akkor. Szerintem hozzuk le most akkor a másikat, és egy másik sorba hozom le, hogy véletlenül se az legyen, hogy az egyik sort debuffolják mondjuk. És akkor mindkét emberem gyengül. Az a baj, hogy emellé az összeállítás mellé jobb lett volna, hogyha vannak olyan embereim, például a két törpe helyett, azok az kártyák, amik speciális lapot hoznak le, amikor lehozom magát az egységet. Van egy ilyen kártya a pakliban, ami kifejezetten ezek mellé passzol. Na, de akkor a Thunderbolt Potion-t viszont tökre rányomhatom ezekre, hiszen elég erősek lennének tőle. Viszont megpróbálok... Igen, szerintem legyen az... Illetve nem, mert kirakom ezt. Ezzel így húzom az időt végül is. Ez jó, ezt mindenképp kiraknám ebben a körben, mert arra játszok, hogy az első két körben arassak győzelmet. Mivel elég sok kártyát elveszítettem igazából, úgyhogy nem szoktam a harmadik körre hagyni. Az első kört igazából meg szeretném nyerni. És rátenni ezt a farkast az legerősebb lényemre, hogy belekerüljön a második körbe is. Elég sok pontja van egyébként, elég jól nyomja. De tudjuk gyengíteni azért. Például ezt itt tökre begyengíthetném. Nézzük csak. Aha. Hogyha egy baráti... egység felfogja egy másik egységnek az... Hát ez nem tudom, hogy ez pontosan így hogy van, de szerintem azt el tudnánk pusztítani. És az úgy jó lenne. Jó, akkor legyen ez.
ezek már erősödtek, ezek ugye folyamatosan harázsolok, és mindig erősödnek, úgyhogy ez itt teljesen jó. Mondjuk az a baj, hogyha ezeket egy sorba raktam volna le, akkor ezzel a kürttel megerősítettem volna őket, de lehet, hogy ezt inkább a második körre használnám el ezt a lapot. Úgyhogy akkor most elhasználok egy ilyen potiont a barátainkra. Oké, ezzel egész nagy pontot értem el, de nem szereztem igazán nagy előnyt. Ó, na ez az, amikor megszivatnak, és most tök jó lenne, ha nálam lenne az a Clear Sky, úgyhogy lehet, hogy módosítani fog a pakli összeállításán végül is. De nem gáz végül is, mert hogyha még mindig megnyerhetem ezt a kört. Valamit viszont cserélnem kéne, azt hiszem. Varázslapokat behozhatnék a törpék helyett, de akkor a következő körre nem igazán maradna egységem. De mondjuk maradna egy nagyon erős alapleosztásom, az is igaz. Nem tudom, érdemes-e megjátszani. Mondjuk ezt a kártyát, ennek a kártyának nem fogom hasznát venni. Tehát 12 másodperc, az annyira nem király. Egy biztos lépésem van, hogy ezt lelokkolom. Oké. Hát most azért csináltam, mert nem tudtam hirtelen kigondolni, hogy mit csinálják, de ezt tudtam, hogy ezt mindenképpen akarom játszani. Na nézzük akkor. Igazából tökre ezt kéne erősítenem, mert akkor a következő körben ennek lenne dupla ereje. Úgyhogy azt mondom, hogy a törpéket fogom kivenni. Bár az a baj, hogy ez a dupla erő most nem sokat érne, jelen esetben. Aha. Jó, kiveszem a törpéket. Lehet, hogy ez egy nagyon rossz lépés, de lehet, hogy jól járok vele. Megpróbálom ezt cserélgetni, hát ha kapok valami jobbat. Hát a csapda az most tökre nem hasznos. Ez így jó volt, oké. És akkor vegyük ki ezt a törpét is szerintem. Jó. Aha, ez jó, ezzel lehozhatom a speciális lapot ezzel a karakterrel, akkor erősödnek ezek a lényeim, oké. Ez így rendben van. Igen, csak... Igen, és ez tök jó, akkor végül is két lapot kapok. Úgy döntött, levette a ködöt mégis. Szóval, lerakott egy ködöt, levette egy ködöt, az úgy... Fura. De miért lett gyengébb a karakterem? Ez mondjuk elég durva. Ezt nem is értem. Elég kemény. De úgy látszik, a rezeteléstől visszaállt a karakter alaps állapota, ami elég gáz. Aha. Ja, hát ezt mindenképp kijátszom. Erősítenem kell azt a lényt, ami megmarad a következő körre. És el kell pusztítanom egy lényt. Hát vagy leveszek 6 pontot valamelyikről. Mert mondjuk erről leveszek valamennyit, az úgy pont jó. Most erősebb vagyok nála, ez így még rendben van. Aha, szóval most ő erősebb nálam, királyság. Ja, hát akkor használjuk el a kürtöt szerintem erre. Ja, de ő leoszhatja az emberét, mondjuk én is leoszhatom ezt az emberemet. Jó, használjuk el a kürtöt ide. Azért használom ide, mert ez az ember megmarad a következő körre. Itt nagyon sok múlik a következő körön majd. Így egész jó előnyt szereztem. Kérdés, hogy mi van nála? Ezzel az emberrel kaphat 10 pontot, ha lehozza, de itt mi van? Lehozta, megcsinálta. Oké, ellen tudom súlyozni ezt a dolgot, és muszáj megtennem. Muszáj megtennem, mert lehet, hogy itt nincs semmi a kezében, és akkor nyernék. De hogyha ezt a kört így elbukom, akkor kész. Jó kérdés, hogy mi van a kezében. Mi van, hogyha kamuzik, és nincs semmi a kezében?
csak ki akarja csalni a lapomat, de szerintem nem, szerintem itt még nem tartunk a játékeren, hogy ilyen taktikák menjenek, úgyhogy egyszerűen lehozom ezt és megnyerem az első kört. Aztán kiderül, hogy hibás döntés volt-e vagy se. Mert tényleg, hogyha az nem egy olyan lap, amivel elő tudna szerezni, akkor végül is kár volt lehoznom a törpét, mert gyakorlatilag csak nyertem vele most, és a következő körre nem maradt meg az a törpe. Hú, a tehén az nem király. Ez nagyon rossz leosztás volt nekem. Akarok menni elsőnek, szerintem tök mindegy ebben az esetben. De még, nem tudom, mégis megyek, jó. Oké, és hát erősítem egy lapomat, ami majd akkor történik meg ezen a soron, hogyha leosztom a tehenet, mert akkor így legalább mindkettő kap valamennyit. Nincs sok pontom, ez most így necces. Ó, jó sok környezeti lapja van, én kettőt nem is tudtam leblokkolni, nem is tudtam volna leblokkolni. Ezzel elég nagyot ütött belém. Jó, akkor ezt ide rakom, egy kicsit erősödök, de ez így kevés, úgyhogy valószínűleg engem nyerte. És hát akkor a következő kört is, mert minden lapom elfogyott. Lehet, hogy nem is kellett volna lehoznom ezt a lapot. Hát ő nyert innentől kezdve, nagyon egyértelmű a helyzet. És nekem csak az a kis törpén maradt meg 6 ponttal a következő körre. Ja, meg a tehén! Bakker, a tehén is jó, tényleg elfelejtettem. Na jó, ebből még lehet valami. Hozzá le valami erős lényt. Ó, az úgy nem jó. Hát mindegy. Hát ezt le kell hoznom, de az a baj, nem lesz erősebb attól, hogy megöl egy olyan gyenge lényt. Hát nem tudom milyen van, de azért nekünk jó sok az a 19 pont, úgyhogy ezzel lehet, hogy akkor megnyertük a második, a harmadik kört. Úgyhogy lehet, hogy ez így nem lesz rossz. Nézzük, attól függ milyen van. Ó, akkor úgy látom, hogy feladta. Király. Na, akkor jó, akkor nyertünk egyet végül is. Jó, nem minden úgy alakult, ahogy szerettem volna. Hibáztam is dolgokban, de szerencsém volt, úgyhogy király. Jó van, akkor nyertünk egyet ezzel a paklival. Jó, akkor mehetünk még egyet. És a környezeti lapot lehet vissza kéne tennem egyébként. Lehet, hogy most szerencsém volt és nem volt rá szükség, de végül is az is igaz. Én is szedek egy ilyen good game-et, jó. Szóval végül is az is igaz, hogyha arra játszom a kártyáimmal, hogy bemaradjon egy kártyám a következő körben, amit felerősítettem, akkor nincs szükség a környezetnek a kivédésére, mert az úgyis el fog tűnni a következő körre. Úgyhogy én azt mondom, hogy érdemes még ezzel egy kicsit próbálkozni, kockáztassunk ezen az úton. Próbáljunk meg játszani még egyet. Persze nagyon fontos, hogy milyen ellenfelet kapok ki. Azt tudni kell, ismerni kell az ellenfelünket. Á, most ugyanolyan, mint én. Mi akkor teljesen az dől el, hogy milyen szerencsénk lesz, hogy állítottuk össze persze a paklinkat, és hogy ki az okosabb. Ahogy általában mindig. Na, a rókát megtartom, vagy mi ez? Ezt nem biztos, hogy megtartom. Nagyon kevés lényem van. Nem király. És nincs egy rendes... Mindenképp kell az ember, akivel tudok buffolni. És kérdés, hogy melyik kártyát dobjam ki. Ezt fogom kidobni, azt hiszem. Egyelőre ezt dobnám ki. Első gondolatra, de aztán fele tudja, mert... Ja, ezt dobom ki inkább. Jó legyen ez. Nem lesznek. De lehet, hogy hibáztam, mert mondjuk, ha magam ellen játszom, egy ugyanolyan pak ellen, mint én. Ah, ez mondjuk király dolog. Akkor ezt dobom ki szerintem. Nincs kettő ugyanolyanom, úgyhogy tökre ezt dobom ki. Teljesen rossz ez a leosztás, ez egy nagyon rossz pakli. Nem kaptam meg azt az embert, akire építettem a paklit. Sőt, a másik jó emberemet se kaptam meg. Időhúzást tudok csinálni a tehénnel. Kár, hogy ő kezd. Jó. Át fogom engedni neki az első kört, de egy kicsit időhúzást csinálok azzal, hogy lehozom azt a lapot például, aminek a következő körben nagy haszna lesz. Aztán elhasználom a fő skillemet is, egy újabb kört engedek neki. Remélem tovább pocsékolja a lapjait. És a jó embereit. És a tehenet ne öld meg.
Lehetőleg. Bár most azt hiszem nem is tudnál, csak egy... A francba, megölte a tehenet, tudtam. Úristen, mindig mikor kitalálok valami jót, akkor azt így meghiúsítják. Na jó van akkor, hát a csapdát lerakni... Egy... Melyik kaptam vissza a tehenet? Jó, ez így megy, ne viccelj. Akkor meg legint lehozom és ugyanott vagyunk, nem? Ja, csináljuk így. Ja, ja, végül is maradt az, amit kitaláltam akkor. Jól van. Az nem gond, az tökre nem gond, ez egy nagyon jó nekünk, mert ezt a kört fel akartam adni. Oké. Viszont mit tegyek azért, hogy a következő körre esetleg erősebb maradjak? Hát mondjuk nem hozhatom le azt az embert, akit szeretnék. A második és harmadik kört kell megnyerni, ugye ez biztos. Elhasználom a pakli cserét. Igen, ezt tudja elhasználom. És megpróbálom kikeverni azt az embert, aki nekem segíteni fog abban, hogy nyerjek, aki a sok speciális képességre majd erősödik. Na, ezt a lapot cserélném le leginkább, illetve a csapdát tökre le kéne cserélni. Ja, a csapdát fogom lecserélni. Ez nem jó, ez most így nem jó nekünk. Gerált az király, akkor ezt cserélem. Gyenge lett, nem jó. Oké, nem jött össze, a francba. Gyenge az állás, nagyon. Jó, van, hozzá le egy lapot viszont. Tök jó lenne, ha lehozni. Á, passzolt. Meg akarja nyerni a meccset. De várjál. Mert akkor én lehozok egy embert, és én fogok inkább nyerni. Akkor viszont úgy csináljuk, igen. Akkor elhasználok egy lapot azért, hogy enyém legyen ez a meccs. Nekem azt megéri megcsinálnom. Csak kérdés, hogy milyen lapot használjak el erre? Aha. Szerintem egy egyszerű katonát kirakok. Csak az a baj, hogy ezzel túlütöm az emberit nagyon. Szóval jobb lenne, ha szinten maradnánk. Ez 2, ez 3, ez így kevés. Sajnos ki kell raknom ezt az elég erős emberemet. Viszont ha ezt kirakom, és rárakom a rókát, akkor meg tudom tartani. Ez jó ötlet. Ő kényszeresen passzol, mert egyszer passzoltál, akkor az összes körödet elpasszolod onnantól kezdve. Úgyhogy ez így rendben van. Jó, és akkor most rárakom a rókát. Egy rókát, tehát ezt a farkast, így erre. És akkor a következő kör az enyém lesz. Szerintem ez egy egész jó indítás. Na, jó van, oké, szóval most passzolok, most megnyerem, és a következő körben egy erős 19 ponttal indítok, hiszen megmarad a törpém, mert ezzel a farkassal megtartottam a következő körre a törpét, és mellé jött a tehénből kikelt szörny. És akkor most húzzuk fel azt, ami nagyon erős lenne nekünk. Á, francba, nem jó. Főleg a kis törpével nem megyek semmire most, mert az a következő körre ugye megmaradna, de a jelenlegi állás szerint nem kéne, hogy legyen következő kör. Én kezdek. Úgy néz ki. Hát ezekkel lehetne ügyködni, de valószínűleg semmire nem megyek. Úgyhogy akkor azt fogjuk csinálni, hogy... Jó, lerakom a törpét végül is, mert utána a gyógyító karakterre erősítetem az egész sort. Szóval akkor a mili soromat kidolgozom legalább. Remélem nincs semmilyen környezeti hatás, amivel nagyon csúnyán oda tehetne nekem. Ezzel meg fogja ölni a törp. Vagy mi a fene? Ezt rosszul kezelte. Ezt nagyon rosszul kezelte. Nem tudja használni a kártyáját. Hogyha olyan karakteremet sebezett volna, ami nem hal meg, akkor erősödött volna az a lénye. Jól van. Akkor erősítem. Viszont jól láttam, hogy volt neki egy... Ja nem, az csak egy egyszerűen... Nem, az biztos nem az. Jó, hát erősítem a mili sort viszont akkor tovább, mielőtt kiraknám ezt a lapomat. Mindent a mili sorra próbálok meg rátenni. Hát nem biztos, hogy ennyire rá kéne mennem erre a sorra. Mert mi van, hogyha tényleg van egy környezeti hatás, akkor nagyon csúnyán oda tud tenni nekem.
nem tudhatom, és egyébként egész jól állok, akkor egyszerűen csak kihozom ezt, és meglátjuk. Vagy állj, csak nem. Húzom az időt, kihozom ezt a kislapot. Viszont ez a két pontért nem kell, hogy berakom a mini sorra. Ja, jó ez így, jó lesz ez így. Elég jó előnyöm van még pontban. Gerált meg egy egész jó kis... Jolly Joker figura nálam, ilyen adulap. I never miss. De ne azt! Hát de ezzel ötöt sebezhettél volna valakibe. Most inkább sebzett kettőt valakibe, de az tök mindegy, hogy... Hát, mindegy. Szerintem azért nem volt jó. Na jó, van, hát... Akkor nem tudom, akkor lehozom ezt kényszeresen ide, mert azért a mirisomat szeretném erősíteni. Jó, most meglátjuk, milyen lapot kapok mellé. Júj! Ez nagyon rossz volt, úristen! Magamat szivattam meg a francba. Ezt a lapot nem kéne használnom akkor, amikor tudom, hogy ilyen lap van a pakliban. Bakker, ugyanolyan erősek lettünk, úristen! Na hát akkor most lehozom ezt, és adok legalább egy kis erőt ezeknek a gyerekeknek. Szerencsére nálam van a kürt, ami jó. Megvárom még egy sorát, kifejleszti, úgyhogy legyen benne több lap, minimum 3 vagy 4, és akkor ezt a lecsócsálós csökkentő lapot használhatom arra a sorra. Ez mi a fene? Én ezt nem ismertem, de tök jó. Jaj, de rosszul állunk. Na jó van. Geralt jöjjön le szerintem. Most nem igazán tudok mit csinálni. Nem akarom előni azokat a lapokat igazából, amik... Ezek a lapok még sebezhetőek a játék maradék részében. Akármi lehet velük, mert nem aranylapok, úgyhogy nem kéne őket fölöslegesen erősíteni, amíg nem derül ki, hogy mi van nála. Inkább használja el azokat a lapokat. Úgyhogy húzom az időt és kihozom Geraltot, aki egy olyan lap, akit nem lehet sebezni. Ezt úgy is kiraktam egyszer, úgyhogy végül is tök mindegy, hogy mikor rakom ki. Stratégiailag nem módosít semmit. Oké. Még mindig várom, hogy jöjjön ember a mili sorba, hát ha megteszi, úgyhogy ezt a lapomat, ami gyengít egy egész sort, nem fogom elhasználni egyelőre. Ezzel 6 pontot levehetek valakiből, úgyhogy erre tökéletesen rá tudom tenni. Jó. Szerintem csináljuk. Jó, egy 10 pontos előnyöm van, és nagyon nagy előnyöm lesz még a jövőben. Szerintem, mert ugye meg tudom duplázni a soromnak az értékét, hogyha kihasználom azt a kürtöt. Ó, ez mondjuk király. Ez mondjuk király. Jó, de hát akkor most jött el az a pillanat, hogy erősítünk valamelyik lényemen. Tök minden melyiken erősítek igazából, mert hogyha bármelyiket megölik, akkor úgyis ugyanazt a pontot bukom el róla. Úgyhogy teljesen mindegy egyébként, hogy mit csinálok ezzel, 8 pontot fog kapni az egyik lapom. Hát erre ráteszem. Ja, szerintem inkább erre teszem. Ja. Oké, még mindig előtte vagyunk. Mondjuk lehet, hogy gyengítenem kellett volna most a mili sorát. Jó, most megcsinálom a gyengítést rá, nehogy aztán rányomjon egy kürtöt arra a sorra. Be is előzött engem a francba. De ezzel jól megcsócsáltuk. Viszont ha rárak egy kürtöt erre a sorra, az nagyon csúnyán megszívott. Hogyha ezt a kártyát, ami nálam itt van a Commander's Horn-t ráteszi. Ó, rátette, tök jó. Hát én is rátettem. De nem lett túl nagy előnyöm. És 2 kártyája van nekem, meg egy se. Úgyhogy ez nem alakult jól a francba. Jó van, nézzük, hogy ezt fel tudja hozni ezt a pár pontot. Mi van nála az a kérdés? Szerintem felhozza egyébként, az elf pakli állásából nézve szerintem... Hát nem hiszem, hogy a csapda meg az ilyen gagyik vannak nála, azokat korábban kijátszotta volna. Megint egy aranylap. Azért nekem nincs ennyi aranylapom, szóval szerintem vagy nagyobb szintű ember, vagy vásárolgatott, nem tudom. Hát ezt kénytelen vagyok feladni, ez ennyi volt. A következő körnek a győzelme pedig csak a szerencsém múlik, de mivel nála ott van az a lehetőség, ami a frakciójából adódik, hogy cserélhet 3 lapot,
Így nála nem igazán a szerencsém múlik a következő kör, főleg, hogy van egy lap előnye. Nekem meg nincs, úgyhogy ez ennyi. Ráadásul ez egy nagyon gyenge lap, úgyhogy szerintem ezt el is buktam. De mindegy, hát játsszuk le, aztán kész. Ennek kellett volna, ennek a lapnak kellett volna jönnie. Ő passzolt. De várjunk csak, akkor ezt lerakom és megnyertem? Rossz lapjai vannak? Bakker, elrontotta volna? Nem használta el a faiz kijét se. Ezt nem kellett volna megnyernem, ez elég nagy hiba volt a részéről. Ha rossz lapjai voltak is, akkor is el kellett volna használni a faiz kijét, hogy kicserélheti azokat a lapokat. Látszott, hogy azért nem igazán ért a játékhoz. Voltak jó lapjai, voltak olyan lapjai, amiket én még nem is láttam arany lapjai, de elég sokat hibázott. Úgyhogy szerencsém volt végül is, megint nyertem egyet. Jó van. Azért küldök neki egy ilyen good game-et tisztességből. Jól van, és kaptunk ort. Jól van. És ezt meg én kaptam tőle, azt hiszem. Na, király. Jó, akkor jöhet ez megint, és akkor menjünk még egyet. Mondjuk tök jó lenne, hogyha tényleg most egy másik ellen játszanak, egy másik pakli ellen, mert most eddig játszottunk ugye egy olyan pakli ellen, amilyen nekem van. Játszottunk egy szörnyű pakli ellen, úgyhogy most akkor tényleg kijöhetne egy olyan ellenfél, akivel még nem játszottunk. Például, vagy a... Ez például, ez tök jó. Jó. Ez egyébként nagyon erős pakli, én ezeket szeretem. Ugye az előző játékban velük játszottam, és szerintem tényleg nagyon erősek. Na jó, akkor koncentráljunk arra, hogy milyen emberem van. Aha, nincs gerátunk. Ezek annyira nem királylapok. De végül is nem rosszak. Hát a törpik jobbak náluk. Jó, ezt fogom cserélgetni, igazából ezt a kettőt. Ó, Geralt, nagyon durva, király. Jó, akkor ezt még kicserélem. Ez egy erős lap, ezt szeretjük. Most akkor vagy a törpét cserélhetném, vagy magát. A csapda az mondjuk egy tök jó lap. De az igaz, hogy a kastélyos pakli, vagy nem tudom milyen pakli ellen nem igazán hatékony. Úgyhogy jó, kicserélem. Ott általában erősények vannak. A törpét nem szeretjük, mondjuk, az is igaz. Jó, akkor én megyek először. Jó, legyen úgy. Én szeretek először jönni. Beállíthatok neki egy csapdát azzal, hogy lehozom ezt az emberemet, ráteszek egy potiont, és nekiadom a játékot, és akkor áthoztam egy emberemet a következő körbe. Ő meg igazából pocsikolta a lapjait. Egy olyan kör, amiben nem nyert. Nekem meg azok ott lesznek. Úgyhogy szerintem ezt meg fogjuk csinálni. Ezt lehozom így első körre. Lehet, hogy a potiont érdemes lenne rátenni, és akkor egy nagyon erős lapom lenne. Jó lenne kettőből nyerni megint, ugye, hogy ne jussunk el a harmadik körig. De ugye nem fog összejönni persze, hogyha úgy játszom, hogy elpasszolom az első kört, az is igaz. Úgyhogy mindenképpen eljutunk a harmadik körig, persze. Na jó, akkor cseréljek-e most, vagy csak később cseréljek, az a kérdés. Mert például ezt a két ostrom törpét tökre kicserélhetném két olyan karakterre, akik... Aha! Jó, elhasználom a fai képességet most, hogy húzzam az időt. Jó. Jól van, és az egyik ostrom törpét fogom cserégetni, ami ki nem jön az a karakter, ami erősödik arra, hogyha kapsz két mástól. Mondjuk ez egy speciális lapot hoz le, ami jó nekem. Akkor rákockáztatunk erre a taktikára. Nem, gyerünk, össze kell jönni? Nem jött össze, nagyon rossz, nagyon rossz, nagyon rossz, úristen, ennyi speciális lap és potion egymás egyén hátán, teljesen rossz az egész. Ja, és nincsenek szörny, két jó emberemet hátrahagyta. Még szerencsé, hogy ő jó erős embereket hozott le most így. Úgyhogy ha ezt a kört feladom, akkor végül is ezzel nem lesz gond. Szerintem nem akarom nagyon erőssé tenni igazából. Jó lenne alul valami alsó szinten kapirgálni vele igazából. Nem akarom megölni se az egyik emberét.
Ezt megkockáztatjuk, ezt rárakom, ez amúgy is egy gyenge lap. Igen, ezt rárakom, és hogyha most még nem semmisíti meg, egy olyan csontvázas kipurcantással, akkor jó. Igen, király. Végülis ez volt a stratégiám alapja. Akkor változtatunk. Mert most annak semmi értelme nem lesz, hogyha most ezt a kört adom neki így. A francba, miért volt nála az alap, és miért döntött úgy, hogy elhasználja? Jó, van, akkor kirakom a törpét. Most már tudom legalább, hogy nincs nála az alap, mert abból csak egy volt. Úgyhogy biztonságosan növelhetem egy karakteremnek az erejét végül is. Persze az is benne van, hogy megátkozza az egyik, a Millisort mondjuk. De ezt most már vállalom. Hogyha valami olyasmit csináltam volna, ami nem erősíti a törpémet 7-7-es erősségre. Hoppá! Viszont elpasszolta a kört. Az azt jelenti, hogy megnyerhetem az első kört. Csak rá kell erősítenem az emberre. Jó, csináljuk, ráerősítek az emberre, ráteszem azt, hogy megmaradjon ez az emberem, és elpasszolom a kört. És én fogok nyerni. Oké? És akkor megnyertem az első kört, úgyhogy az első kört el akartam passzolni, és megmaradt az emberem a második körre előnyként. Tök jó. Akkor ezt két körből kell megnyernem ezt a játékot. Viszont elég kevés lapom maradt. Na nézzük ebből mit sül ki. Én jövök? Úgy néz ki, igen. Hát Geráltot le kéne hozni igazából. Bár lehet, hogy kiválásra is játszhatnék. Valljuk be, hogy ő azért nagyon fel tudná erősíteni magát, ha akarná, az is igaz. Mondjuk ezek a lapokkal gondoskodhatom róla, hogy ne erősítse fel magát. Jó, van, lehozom a speciális képességű lapomat. Vagy nem biztos, mellett, hogy valami olyan képesség van benne. Geráltot lehozzuk, jó? Azért nem hoztam le, mert hogyha valami olyasmit húznék, amivel esetleg árthatnék az ellenfélnek, de neki még nincs lent lapja, akkor teljesen rossz lesz, hogy lehoztam. Na igen, a tehenet nem kéne megölni, mert rengeteg pontot kapna belőle. Jó. Kár, hogy az első sorba hozta be, és az lesz a legerősebb sora. Hát akkor megvárjuk, míg a tehenet buffolja, és hogyha a tehenet felbuffolta, akkor már úgyis egy erős lap lesz belőle. Jó van akkor. Ez megint olyan, hogyha most lehozom, akkor hogyha egy ártó lapot húzok belőle, akkor a tehén meghal és erősebb lesz. Ezt nem használhatom el rá, mert a tehén meghal erősebb lesz, ezt sem hozhatom le, mert a tehén meghal és erősebb lesz. Ezeket se játszhatom ki, mert a tehén meghal és erősebb lesz. Ezt viszont azért nem akarom kijátszani, mert ha ezen az emberemen tudok még erősíteni, akkor megduplázhatnám az erejét, meg amúgy ennek is, hogyha ugye lehozom ide. Úgyhogy akkor ezt lehozom, meglátjuk, a szerencsére bízom a dolgot. Úristen! Nem hiszem el. Megint megtörtént. A legerősebb lapom. Kész. Innentől kezdve buktam. Hogy húzhattam megint azt? A legerősebb lapom. Hát ez így nagyon gáz. Ez így teljesen bukó. Ez így nagyon bukó. Ezt fel is adhatom, ezt az egész meccset innentől kezdve. Hát az erősítő lapommal nem tudom erősíteni. A rohadt életbe. Neki legalább egy lapot ki kell hoznia, hogyha meg akarja nyerni ellenem. Ó, viszont a tehenet meg kéne ölnöm, mert az egy 9-es erősségű lény. Hogyha fel akarom adni ezt a meccset, akkor meg kell ölnöm a tehenet. Aha. Tökre megöljük a tehenet, igen. De szerintem nagyon bebuktam. Még a fai képesség is megmaradt. Jó, megöljük a tehenet, és megvárom, hogy olyan helyzetbe jöjjön, hogy... Hát neki lapokat kell kijátszani, ami tök jó, szóval megint kijátszott egy lapot, és most passzol, hogyha most passzolok mondjuk, akkor bukom az egész meccset, az is igaz. Én legalább döntetre le jó lenne kihozni, az is igaz. De nem, marad így. Passzolok és kész. Nekem 4 lapom van, neki 6 lapja van. Neki él a fai képessége is.
Úgyhogy ezt benéztem sajnos, felhúztam azt a lapot, felhúztam azt a rohadt égető lapot. Azt ki kéne vennem a pakliból lehet. Bár az egy erős lap némely esetben. De mivel általában az elf pakli az tényleg arra épít rá, hogy erősítsen, ez egy nagyon haszontalan volt, igen. Mégis lehet benne valami jó speciális lap, de... Én kezdek, nem én, ugye? Ő kezdje, persze. Alert to arms! Na jó, hát ez egy sima paci. Lehozom a törpét, azzal nem ártok senkinek. Tudom lőni is, ráadásul erősödik a törpe, ez így rendben van. Nagyon gyenge ez az egész állás így. Ó, és még ő is csinálja, jó? Hát ezt mindenképp meghagyom arra, amikor legalább több emberre lesz lent. Ezzel egy hatosat kéne megölni. Ezt lehozom, aztán meglátjuk, mit kapok. Nem maradt több speciális lap a paklimban. Ez erősíteti egy emberét. Ha jól tudom, vagy kopit hoz le? Lehozza a kopit rohát. Aha. Ez egy elég csúnya. Hát még mindig nincs olyan hatós erősségű lap, amit el tudnék pusztítani. Nem sokára lesz. Jó, az ötöset elpusztítjuk, jó az is, úgy igen. A kürtöt használtam volna korábban, mondjuk. Erősebb én már nem leszek, úgyhogy elhasználom inkább a kürtöt. Így, erre a sorra nem tudok más tenni. Nevetségesen kevés pontot garantál ahhoz képest, hogy neki mennyi van. Lehet, hogy nem is kéne ezt az egészet erőltetni. Hát annyira egyértelmű, hogy ő nyert. Ja. Hát ez egy erős pakli, ez szerintem tök jó játszani egyébként, amivel ő van, én szeretem. Na jó, akkor én jövök. Ezt elhasználjuk az első sorra szerintem, de inkább megvárom, míg valamit csinál, ezt itt kilőjük hátul. Ez már bukó igazából, szóval azt a három emberét is le tudnám győzni. Aha. Hát erősítheti, de igazából jó. Most ezt így ráhasználom, és ennyi volt. És kész. Elposzolja, megnyerte. Ja, hát még egy kicsit rám. Ja, vége van. Hát igen, felhúztam azt a rossz lapot, nagyon betett nekem. Szóval meg kellett volna nyernem két körbe ezt az egészet. Nem csinálhattam volna meg így, ja. Az ember mindig kigondol valamit, és aztán máshogy lesz. Hát igen. Szóval tényleg az, hogy jó, hogy összejött az első kör olyan jó pontra, de azt, hogy a második körben azt a jó emberemet így elbuktam, amikor arra volt építve minden, az úgy nem. Nagyon szerencsétlen így a... Rá tudtam volna nyomni a kürtöt, rengeteg pont lett volna belőle. De nem baj, játszunk még egyet, mert ezt a paklit próbálgatjuk. Úgyhogy mindenki belefér még egy szerintem. És most az lenne a legjobb, hogyha... Hát most megint ez, ó... Na mindegy. Megnézzük, hát a másodjára összejön. Hát, ha jobb lapjaim lesznek. Elvégre még olyat nem csináltunk, hogy igazán felerősítettünk volna egy ilyen... Hawker supportot. Mert tényleg ez az, amit szeretnék erősíteni, erre építeném igazából az egész paklimat. Na nézzük, a mostani helyzet az, hogy akkor nekem nagyon jó embereim vannak, ez így nagyon durva. Jó. Mindenképp szükségem van a farkas fejre. Úgyhogy ezt elkezdem cserégetni. Nagyon kire meg van a farkas. Jó. Ez jobb, ha a kezemben marad, mint ha véletlenül játszanám ki. Bár most nem is tudnám. Ez jó, ez erősíthet engem rendesen egy végső játékban, egy végjátékban. Viszont... Hát ezt fogom kicserélni, igen, persze. Ó, király, nagyon király. Oké, nagyon jó. Oké, hát egyet cserélhetnék még, de szerintem azt nem fogom megjátszani. De ezt kicserélem, hát ha kapok valami erőset, mit kaptam? Á, speciálisabb kijátszólapot, oké. Lépek először, igen, szeretnék. Jó, és akkor szerintem kezdjük a játékot egy tehénnel. Nem, a tehent inkább későbbre hagyom. Ezt kéne lehozni. Ez egy... Olyan lap, ami megmarad nekem a következő körre, a második körre építenem a stratégiát. Illetve ez mindig megmarad nekem majd, úgyhogy ez egy jó dolog. És végül is ez egy gyenge lap. Most még nem szeretnék erősítésbe kezdeni. Ú, nem! Ú, a francba!
Pedig ezzel nagyon jól járhattam volna. Ja, hát akkor most lehozom a tehenet. Még mindig jobb, mint hogyha a tehenet lőtte volna ki, azt hiszem. Hozzuk le a tehenet. Oké, okay, lehoztam a tehenet, és akkor megnézzük, hogy... Azt akarom, hogy kijátsza a lapjait erre a körre. Nem hiszem el! Nem hagyja, hogy átvigyem az emberémet a következő játékba, hát ez kész. És ezt nem tudom, hogy ezt tudatosan csinálja-e vagy se, de ez így nagyon nem jó. Most akkor ebből a körből kell kihoznom valamit. Akkor kezdhetjük az erősítést. Király. De ugye neki még él. Neki még biztos, hogy van egy ilyen lapja, úgyhogy addig én nem szeretnék erősítésbe kezdeni, amíg van egy ilyen lapja, mert megölni egyszerűen azt az emberemet. Cserélni most nem akarok, egyelőre nincs rá szükség. Ja, hát lehozzuk a... azt a lapot, amit tudnék erősíteni. Jó, ja, más nem tudok. Meglátjuk, mi lesz. De akkor ezt el kell kezdenem mindenképp erősíteni, mert bármikor lelőhetik a kis kettő életét. És hogyha ezt a lapomat lelövik, akkor az egész meccset elbuktam szerintem. Így is elég rossz kezdésem volt. Kész! Hát ezt nem hiszem el, ennyi volt. Minden, amit kitaláltam, az eltűnt, az elveszett. És ráadásul... Csak itt lehozta ilyen ártatlanul a lapokat, de hát nekem erre épült az egész taktika. Ezekre a lapokra, a tehénre, a törpére, a supportra. Hát ezek nélkül nem tudok mit csinálni, a hülye törpét használjam. Jó, hát most el kell játszanom a cserét szerintem. Ki kell játszanom a cserét. Mert nekem kell az a lap, amit tudok erősíteni a következőkben. Úgyhogy akkor a törpét fogom cserélgetni, amíg nem kapok egy Hawk supportot. Jó, akkor cserélgetjük a törpét. Nem support. Ott a support, király. És hát ezt nem akarom. Nem, akkor ennyi marad, jó. Nem, kicserélem ezt. Gyerünk! Hát ez így nem volt jó, ez itt tökre nem volt jó, mindegy. Meg kell várnom, hogy kijön egy erős lapja. Ez egy tök gyenge, ez... Benne kellett volna hagynom azt a... Erősítsél magadon valamit, mert én nem szeretném, hogyha ez lenne az erős lap a játékban. Mert akkor ki fog kerülni. Ha véletlenül lehozom ugye ezt, és az véletlenül megölni ugye ezt, az nekem nem lenne jó. Megint megtörténne. Úgyhogy húzzuk az időt. Ezt hozom le. Az ostromsort általában nem szokták gyengítgetni, azt hiszem, úgyhogy jó lesz az így. Jól csinálná, hogyha... elrontottad, jó. Oké, akkor az most meghal. De megvárjuk. Hát, ha lemásolja egyébként, mert ha lemásolja, akkor megölhetném kettőt. Bár igaz, hogy nincs a kezemben ez a lap, de mi van, hogyha felhúzom? Szóval ezen gondolkodom, erre építem az egészet, amit most csinálok. Jó van, akkor... Mentsük, de hogyha kihozom a Hawk supportot... Akkor erősítetek, akkor nem sokat erősítetek rajta igazából, szóval nem lesz egy olyan baromi erős karakter. Úgyhogy hát ez ime teljesen rossz. Hát akkor nem tudom, kihozom a törpét, szerintem szükségem lesz rá. Hát igazából ezt fel kéne adnom, ezt az egészet, mindegy.
Hozzuk ki a törpét. Remélem nagy mészárlás lesz, még a szerencsén múlhat. Csak jó lenne, hogyha most elhasználná a fai képességét, hogy lemásolja egy erős emberét. Ki kéne belőle kényszeríteni, hogy elhasználja? Hogy ezt lemásolja. Nagyon jó lenne, hogyha ezt valahogy ki tudnám kényszeríteni. Mondjuk itt meg már nagyon erős lények vannak nekem az első sorban, úgyhogy ha odahozom le mellé a Hawk Supportot, akkor ezzel a kürttel nagyon-nagyon erős, nagyon-nagyon sok pontot szerezhetek. Viszont időhúzásként kiátszhatnám Geraltot, de lehet, hogy ezt megtartom a következő körre. Hát, ha így is elég erős leszek, jó? Jó van, nézzük, mi lesz. Meg kell kezdenem a support karakternek az erősítését, hogy nehogy valahogy véletlenül meghalljon valami piszti csáré támadásában, hogy lehoz megint egy ballistát, vagy valami ilyesmit. Nem tudom, milyen lapjai vannak, de megtehetné. Most már tényleg ezt felhúztam nagy nehezen, kijátszottam nagy nehezen, ebben van a remény. Ne öld meg! Mondjuk azt, hogy én ráteszem az egeret, az erős... Hú, elpasszolta a kört, nem mondod? Hát én ezt megnyerem, akkor ne viccelj. Mondjuk igaz, hogy elhasználom a lapjaimat. De benn is tartok embert. Hát az, hogy bent tartom az embert, az király dolog. Mindenképpen kell tartanom ezt az embert. A következő körre én azt akartam. Úgyhogy maradunk a megszokott stratégiánál. Jó, kénytelen vagyok így csinálni. Hát ha... Nem tudom. Igazából bent tarthatnám ezt is. Gondoljunk bele, hogy ezt nem fogom tudni felerősíteni annyira. Elhasználom most a kürtöt. Használjuk el. Jó. Oké, ezzel nyertem. De akkor azt mondja, hogy benn kell tartanom egy embert. Az a baj, ki fogja nyírni a csontizével. Tökre ki fogja nyírni. Ja, hát lehet, hogy ez így elég rossz volt. Lehet, hogy az lesz az első dolga a következőben, hogy kinyírja azzal az átokkal az emberemet. Lehet, hogy én nyírom ki, hogyha lehozom ezt a karaktert. Hát jó van. Van két plusz kártyája. És én kezdek ráadásul. Szép. Hát szerintem ezt mindenképp ki kell játszanom. És hogyha most ezzel öngyilkosságot követek el, akkor kész, akkor annyi az egésznek. Muszáj kijátszani. Jó van, csináljuk. Király, királyság. Jó van, tegyük rá erre, mert ha ez meghal, az nem lenne jó. Ne erősítsünk fel egy embert fölöslegesen túl nagy pontra, nem muszáj. Oké. Gyengítsük az embereit, hogy ne tudja őket másolni majd. De ezt csak akkor csináljuk meg, hogyha majd lesz mit gyengíteni több embert. Bár mondjuk ezzel konkrétan gyengíthetem így csak azt, tök mindegy, mit csinálok. Ez amúgy is egy nagyon erős embere. Úgyné. De az is tök mindegy, mert Geraltot is lehozhattam volna, később ez nem számít. Aha, kemény. Hát lehet akár kürt is nála meg ilyenek, szóval ha ezeket elhasználja, akkor nagyon nagy előre tehet szert. Minden esetre én lehozom. Ezt megsemmisítem, ezt a sort, mert hogyha megint lehoz egy supportert, bár nem. Nem, megvárom, biztos, hogy lesz még abban a sorban valami, hogy lehozzunk Geraltot. A 45 pont nem sok sajnos, nem lesz elég ahhoz, hogy megnyerjük ezt a meccset, 4 lapja van még. Bár lehet, hogy ez a 4 lap egy rossz lap. Erősíti. És azt fogja másolni. Akkor most mindenképp gyengítek, hát más nem is tudok csinálni, de legalább nem fogja erősre lemásolni.
Nézzük, nézzük, mi van még a tarsolyodban. Lehet nála potion, meg ilyenek, nagyon erősé meg tudja csinálni egyébként. Szóval rakad rá plusz 8 sebzést, erősséget arra a karakterre, aztán azt másolja le, úgyhogy nagyon sokféle módon kezd. Igen, erről beszéltem, igen, és most 17 pontot szerezhet azzal, hogy lemásolja azt a karaktert. De az még mindig csak 40. Viszont van két kártyája. Viszont más erősítő lapja nincsen. De mi van abban a kettőben, egy környezeti hatás? Hát, oké, megnyerte. Igen, ez ellen a pakli ellen nem tudtam nyerni egyet se. Szép, szép. Na, akkor most így fejeződött be ez a kis gwentezés, úgy látszik. Ezzel nem tudok már mit csinálni, ezt nem fogom megnyerni, főleg egy ilyen hülye csapdával. Hát, felhúzok egy csapdát. Úristen. Ráadásul ő kezd, szóval mire megyek a csapdámmal? Még hülye lapjai vannak. Hogyha ez valami katona. Nem tudom milyen katona. De tök mindegy. Aj, aj, sir. Rossz helyre ment. Hát nyilván ő dönti el, ilyenkor megnyerte. Mert ez szerintem... Nem, ez az IA-t. Hogyha az IA-t sorba rakom, akkor jó, igen. Ez az... Ez nem, ez tényleg, ez teljesen azon volt, hogy ezt nem lehetett volna megnyerni. Ja. Szóval, ha jó helyre is rakom azt a csapdát, akkor is ennyi. Mert akkor is maradt két ereje annak az embernek. Jó van, de hát akkor úgy néz ki, hogy ennyi lett volna a gwentezés, és akkor küldünk neki egy goodbye-t, és legközelebb megpróbálunk ezzel a Skojatel csapattal úgy játszani, hogy legyőzzük ezt a népséget is, mert láthatóan nem sikerül. De lehet, hogy csak a szerencsém múlik, vagy én hibáztam egy-két kulcsfontosságú ponton, lehet, hogy ha utólag visszanézem, akkor majd kiderül. Viszont egy ládanyitás még belefér szerintem, illetve több is, mert szereztem elég pontot hozzá, hogy vásárolgassak, úgyhogy veszünk két paklit, és megnézzük, hogy mit kapunk belőle. Na, legalább lesz valami izgalom a végére. Persze kinyitom, hát azért vettem. Oké. Okay. Ezeket nem szoktam használni, de legközelebb lehet, hogy majd jó használt vesszük, hiszen folyamatosan megyünk a frakciók között. Igen, igen. Ebből jó, hogy van több, bár elég necces. Inkább jobban öltem volna egy olyan Hulk supportnak. Na ezek viszont... Ó, ez nagyon király! Ezt tökre szeretem. Jó, ebből kettő nem árt. Ez is jó, jó, oké, jó lapokat kaptunk, jó? És akkor mit válasszak az ezüstből? Hát ezt tökre nem akarom, ez egy hülyeség szerintem. Create Rain, Immune to Rain, nem jó. Vagy mi van? Hát ez akkor jó, hogyha kijátszhatok egy lapot újra, és akkor az megint használja azt a képességét, amit a kijátszás akkor használni szokott, úgyhogy ez csak erre jó. Szerintem egy gyenge lap. Jó, akkor ezt választom mégis, ez legalább egy ezüstlap. Lehet, hogy a szörnyekkel akarunk majd játszani, akkor használt vesszük. Ja. Ennek a kettőnek örülök igazából. És akkor nyissuk ki a következőt. Gyerünk, tép szét! Ah, van benne zöld. Hát ez megint. Ez kész. Nem akarok ilyen sereget. Nice. Sima erős lény. Kicsit fantáziátlan. Jó, hát ilyen frakcióval fogunk játszani, úgyhogy majd meglátjuk, mit tudunk összeállítani. Nice. Érdekes, ez mi? Ilyet még nem láttam. Maga mellé legyárt egy kommandó neofit unitot. Mire megyek vele? Azt se tudom, az mi? Hát ez megint ilyen hülyeségnek tűnik. Én azokat a lapokat szeretem, amik egymás mellé kombinálnak. A jelenlegi kitalációban nem használható.
Na jó, mire megyek azzal, hogy van még egy Commander's Horn a pakliban, amikor múltkor is kértem egyet, és nem tudtam kettőt betenni, és ez nem tudom, hogy Silverből csak egyet lehet, vagy mi? Hát ezt megint nem akarom betenni, mert nem tudom. Szóval... Bár lehet, hogy rágyúrhatnék erre az irányra. Ja, ez nem rossz lap, de én inkább ezt fogom, nem akarom könnyű a lehetőséget arra, hogy szerezzek egy ilyen csapdát, hiszen már, ha szereztem az olyan lényt, ami ehhez passzol, ami a csapdának a lerakására erősödik, akkor a csapdát fogom kiválasztani, hát ha egyszer ki akarok próbálni egy ilyen kombinációt. Na. Oké, akkor így állunk. Az első nyitásnak jobban örülök, mint ennek. Ez az a unit, ez az az egység, ami ugye az ambusra kap 4 erőt. Szóval, hogyha van 3 csapdám, és mindhárom a kezemben van, akkor azért elég sok erőt jelent. Főleg, hogy ebből is több van. Na mindegy. De akkor úgy néz ki, hogy kinyitottunk mindent, és lejátszottuk, amit lehetett, úgyhogy akkor ennyi lett volna már a gwentezés. Köszönöm mindenkit a figyelmet, és találkozunk legközelebb egy másik pakkival. Sziasztok!